Nincsenek könnyű helyzetben a hazai cégek, az elmúlt egy évben számos mikrovállalkozás zárt be Tolna vármegyében és az egész ország területén egyaránt. Ennek oka elsősorban a megnövekedett közterhek, vagyis a magas energiaárak és a bérek emelkedése volt, mondja Fischer Sándor, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Hozzátette, abban reménykednek, hogy hamarosan elkezd mérséklődni az infláció. Látszanak jelek, itt elsősorban, ami az infláció ellen hat, a kereslet csökkenése. Ez persze meg azt is jelenti, hogy jó néhány vállalkozó még nehezebb helyzetbe kerül, ugye a kereslet csökken, de hát ez a kereslet kínálat törvényéből következik. A lakosság egy része ma már nem tudja megfizetni az árakat. Ugyanis bár a fizetések emelkedtek, ez nem arányos a termékek szolgáltatások díjának növekedésével, aminek következtében úgynevezett önszabályozó piac alakult ki. Azaz, ha nem tudják az emberek megvenni a több ezer forintos sajtot, akkor nem veszik meg. Ennek az a következménye, hogy az árak mérséklődnek. Emellett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara állása az, hogy el kell kezdeni kivezetni az élelmiszerárstoppot, mivel az intézkedés nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Ma már nem tudja követni a piaci helyzetet. Én úgy gondolom, hogy az árstopp, ha nem is most, de hosszabb távon meg fog szűnni, arra senki se számoljon, hogy rövid távú árstopp megszűnés lesz. Mert azok a termékek, hogy nálunk ez a 7 termék, amire vonatkozik, az alapvető szükséglet. Az elnök úgy fogalmazott, hogy amíg az infláció nem csökken, addig az árstoppot nem lehet kivezetni. Így 2023 második felében az előbbinek mérséklődnie kell. Erre már több javaslatot is tett az iparkamara.